Sziasztok lányok és fiúk, a mai alkalommal megyünk tovább és egy kicsit mélyebben megvizsgáljuk, hogy hogyan is áll össze egy konténer, illetve milyen folyamatok történnek a háttérben. Az most már világos számunkra, hogy amikor futtatni szeretnénk egy képfájlt, tehát szeretnénk, hogyha abból létrejönne egy konténer, ami le is fut a számítógépünkön, akkor az három szó leírásával elindítható. Az első, hogy azt mondjuk Docker, téged szólítunk meg, te vagy a program, amin keresztül most dolgozunk. A második az egy Docker specifikus parancsszó, ami esetünkben most a run, hogy futtasd le az adott valamit. Az volt a harmadik, amit beírtunk, Docker run hello world. A hello world magának a képfájlnak a neve, az image-nek a neve. Igen ám, de amikor egy képfájlt lefuttatunk, akkor a képfájlból két nagyon fontos dolog érkezik hozzá. Az egyik, ami belekerül a konténerünkbe, az egy file rendszer és egy parancs. Ebben az esetben, amikor lefuttattuk a docker run hello world először az történt, hogy a kép valahol definiálva van az, hogy gyűjtsd be ezt a programot, hogy hello world, és futtasd le azt a programot, hogy Hello World, hiszen már benne van a konténerben, anélkül nem tudnánk lefuttatni. Ez a két dolog általában benne él egy képfájban, hogy milyen adatokra van szükséged, akár egy komplett fájlrendszerre, és milyen parancsot vagy parancsokat fogunk átadni, hogy futtas le. Ennek az a gyönyörűsége, hogy ha létrehozol egy bármilyen szervert, amit megírtál Pythonban, ba Node.js-szel, Spring Boot-tal, bármi, egy csomó mindent beállíthatsz, a szervereden felépítheted az egész struktúrát, és utána parancsokat futtathatsz le, amelyek mind automatikusan le fognak futni, amikor lefuttatod a Docker Run és a te saját képfájlod. Igen ám, de ha emlékeztek, az előző alkalmakkor súlykoltam belétek, hogy vannak olyan programok, amik úgy vannak megírva, hogy elfogadnak bejövő paramétereket, és vissza is adják azt. A Hello World ugye visszaadott nekünk egy választ, amit a terminál láthatóvá tett számunkra. De mi van akkor, hogyha mi nem konkrétan a programmal akarunk kommunikálni, hanem átszeretnénk adni egy olyan parancsot, amivel felülírunk, vagy akár kiegészítünk egy futtatási parancsot. Lehetséges-e ez? Abszolút megmutatom, hogy hogyan. Ezt a linket ki fogom tenni a description-be. Ez a Dockernek az egyik legjobb angol nyelven írott tutoriál sorozata, amelyben bemutatják a Docker Busybox használatát. A Busybox rendelkezik ugyanis egy összetettebb file rendszerrel, amit amikor létrehozol a rendszereden, lehúz és beletesz a konténerbe. Miért fontos ez? Nézzük meg. Beírom, hogy Docker Run Busybox. Láthatjátok, hogy kiírta, hogy nem képes megtalálni lokálisan ezt a képfájlt, hogy Busybox, ezért felment a Docker Hubra és lehúzta onnan a képfájlt. A lehúzás sikeres volt, és ezek után létrehozta a konténert is. Igen, de nem történt semmi. Nem érkezett semmi ki hozzá a Busyboxból, akkor mi értelme van az egésznek? Hát az, hogy mivel a Busyboxon belül él egy fájlrendszer, ezért mi képesek vagyunk interaktálni vele. Magyarán, ha azt mondom, hogy echo, szia, SFJ, és így lefuttatom ezt a busyboxot most már nem fog felmenni egyébként ugye a docker hubra mert már létezik ez a képfájl lokálisan és ez a lényeg kiírja nekünk hogy szia sfj na várjunk várjuk mi történik itt most mi ez az egész figyelj annyi a lényeg hogy ez a busybox rendelkezik beépített kis Linux file rendszerrel, amit egyébként le is ellenőrizhetsz, hogyha az echo helyett azt írjuk be, hogy busybox ls, ami kilistázza a benne lévő fájlokat, ezeket fogja visszaadni, hogy bin, dev, etc, home, pros, root, stb. Ez nem az én Linuxomnak a file rendszere, és ezt igazolja, hogyha most Windowsról nézed ezt a kurzust, akkor te is ezt fogod látni, ugyanezeket a mappákat. Mi akkor most van egy Linux a gépemen? Nem, nem teljesen. Ez a konténeren belül él, és a Bizibox-nak a fájlrendszere tartalmazza ezeket a mappákat. Aki ismeri egy picit a Linuxot, vagy egyáltalán van az operációs rendszereket, tudja, hogy amikor egy szót használunk, mint magát a docker az egy program. Az LS is egy program, egy listázó program. Az EQ is egy program, ami vissza fog adni nekünk valamit outputba. Ez az LS, ez benne él ebben a fájlrendszerben, általában a bin mappában, de bárhol élhet. A lényeg az az, hogy rengeteg programmal együtt benne él ebben a rendszer, és mi kommunikálhatunk a benne lévő dolgokkal. Tehát egy konténeren belül található file mi interaktálhatunk, és pontosan ez történik itt is. Docker, futtasd le a Viziboxot, és átadok neked egy plusz paramétert, hogy mi legyen az a parancs, amivel ezt a konténert futtatod. Ez a parancs az eles ebben az esetben, ezért belelátunk magába a file rendszerbe. De ez lehetne bármilyen más Linuxos parancs. A lényeg, amit meg kell értened, hogy ez a belső file rendszer, Akár ha Linux szerű is, teljesen külön környezetben él, és nem befolyásolja a te saját operációs rendszeredet. Oké, okay? remélem, hogy ez így érthető volt a mai alkalommal, elég ennyit megemésztened a következő videóban pedig innen fogjuk folytatni. Sziasztok!